Nagyon nagy szeretettel, tisztelettel köszöntök minden részvevőt ezen a mai napon. Mai nap azért jöttünk el, hogy emlékezzünk. Ez a nap 1944. augusztus 2-án egy nagyon szörnyű nap volt. Ezen az éjszakán Auschwitz-Birkenau-ban több mint 3000 cigányembert mészároltak le. Erről a napról 1972-ben a Cigány Világszövetség Párizsi Kongresszusának határozata alapján a Cigány Holokauszt Nemzeti Emléknapja lett, és akkor határozták el, hogy ezen a napon délben egy perces névacsendben emlékeznek az áldozatokra. Felolvasnák egy idézetet. Ez egykori táborlakó így emlékszik vissza az eseményekre. Egyik éjjel a férfiak tábora több ezer ember kiabálására ébredt. Amint kiléptünk a barakból, láttuk, hogy mi történik. A cigányok táborát fényszórók világították meg. Cigány férfiakat, nőket és gyerekeket sorba állítottak ötössével, hogy a krematóriumba vigyék őket. Szerencsétlenek minden erejükkel ellenálltak. Olyan hangosan kiabáltak, hogy egész Birkenau-ban hallatszott. A dulakodás egész éjszaka tartott. Reggelre a cigánytábor már üres volt. Ezen az éjszakán 3000 embert végeztek ki. Az elmúlt időszakban láttunk egy filmet, a Saul fiát, és az a film azért fogott meg, mert ott sem felejtette el a rendező a cigány holokauszt áldozatokat, ugyanis a főszereplő hosszabb ideig viselte a barna háromszöget. Sajnos én most nem tudtam készülni, kevés volt az időm, hogy ilyen barna háromszögeket készítsek, de sokan nem tudják ennek a barna háromszögnek sem a jelentőségét. A film után beszélgettem több emberrel, és elmondtam nekik, hogy azt hittem, hogy a főszereplő cigány, mivel én hosszú ideig rajta ezt a barna háromszöget láttam. De ő mindig azt a kabátot viselte, amelyik áldozat levetette ezt a kabátot. És nekünk nem szabad elfelejtenünk azt, hogy mindig meg kell emlékeznünk. Sok ember cinikusan azt mondja, hogy elég már az emlékezésből, elegük van a holokausztnak a megemlékezéséből, de én fel szeretném hívni minden embernek a figyelmét arra, hogy sohasem elég. Sohasem elég az, hogy megemlékezünk arról a szörnyűségekről, amik akkor történtek. Mert sajnos napjainkban is hallatszunk olyan dolgokat demokratikusan megválasztott pártoknak a szájából, hogy igenis a cigányokat sterilizálni kell, ahogy tették ezt akkor abban az időben, hogy sterilizálták a cigányokat, és cigány embereken hajtottak végre emberi kísérleteket. Ezért nekünk kötelességünk megemlékezni erről a napról, hogy ez ne történhessen meg. Ne engedjük azt, hogy eluralkodjon ugyanezek a náci eszmék, eluralkodjanak, amik akkor voltak. Nagyon szépen köszönöm azoknak az embereknek, akik eljöttek ide ma, hogy kifejezzék részvétüket ezeknek a szörnyűségeknek, eseményeknek a alakulásában, és szeretnénk megemlékezni, cigány fiatalok fognak zenélni, verset mondani, és megkoszorúzzuk az emlékművet, amit a holokauszt áldozatainak állítottak, nem csak cigányoknak, hanem zsidó áldozatoknak az emlékére. És most hallgassátok szeretettel a cigány himnuszt. Thank you.
hallgassátok Keskeny Bélának a előadásában Csori Dalóci József versét, elvitték a cigányokat. Csori Dalóci József, elvitték a cigányokat. A sok cigányt mind elvitték, nagy árkokat ásni vitték. A nagy árok lassan mélyül, víz bugyog fel a mélyéről. Szegény fiúk, mint mi fajtánk. A csendőrök űzik, hajtják, verik őket, kapják kézre, lemaradót puska végre. Az a nagy árok minek kell a fekete feneketlen? Nem tudják. Onnan is tudnák. Csendőröktől meg nem tudják. Ha tudnák, hogy minek ásnak, hogy maguknak, hogy nem másnak, maguknak s a többieknek, asszonyoknak, gyerekeknek. Másnapon délután tájt a kék ég vörösre vált át a vérétől a cigányoknak. Tiszta vérükkel lakolnak. Azt a napot, jó testvérek, cigányok, ne feledjétek. Nagy sötét napját a gyásznak. Gyásznapját a cigányok. És most pedig fölkérném Horváth Aladár urat, a Roma Parlament elnökét, hogy tartson egy megemlékező beszédet. Kedves Lórián, kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim! A Roma Parlament 21 évvel ezelőtt Auschwitzban járt, és a 60. évi megemlékezésen a jelenlévők közül Edith és Herr Pista is velünk volt, ha jól emlékszem. És akkor odajött hozzám egy bácsi, egy idős ember is, és azt kérdezi tőlem, hogy te cigány vagy? A birkenaui cigányláger előtt. És mondom meg, hogy igen. És könyvbe lábadt a szeme, és azt mondja, hogy fiam, 60 évvel ezelőtt itt voltam, és azon a napon meggyilkolták az összes cigányt, mert kellett a hely az utolsó zsidó transportnak, és szörnyűséges volt. Sírt, és ott álltunk megmeredve, előttünk a krematórium, jó sok cigányember, élő emberek, 60 évvel azután, hogy a testvéreinket meggyilkolták. Akkor és azóta is nagyon keveset tudunk a történtekről. Nagyon kevés tudományos adat van, nagyon kevés információ van, és még kevesebb jut el az emberekhez. Cigányokhoz és nem cigányokhoz is. Nincs a cigányok történet tudatában holokauszt tudat, nincs az a ismeretanyag, amelyet a pedagógiának, amelyet az oktatás rendszerének kellene átadnia nyilvánvalóan, hogy világos legyen, hogy a történelmünknek igenis része volt a kiközösítés, az elkülönítés, a jogfosztás, majd a végén az életüktől való megfosztás is. Ott nemtelenítették az embereket azáltal, hogy férfiakat, nőket, gyerekeket kopaszra nyírtak. Majd utána a testükbe egy számot tetováltak, nem volt már nemük, nem volt már személyiségük, majd utána meggyilkolták őket, és porrá, és füsté váltak. És az emberek úgy gondolnak erre, mint a régmúlt történelmére, holott azóta is sok helyütt a világban történik népirtás, és azóta is minden egyes olyan folyamat, minden egyes olyan jelenség, amely magában hordozza az elkülönítést, magában hordozza a jogfosztást, magában hordozza az emberek
emberségtől való megfosztásának a lehetőségét, magyarán, hogy nem tekintenek minket embernek. Ezért az elvesztésünk sem akkora nagy kár, hanem például egy társadalmi szemétnek, amelyet ki lehet dobni. Tehát amikor megfosztanak minket a méltóságunktól, megfosztanak minket a jogainktól, akkor onnan egy lépés a holokauszt, egy lépés a fizikai létünktől való megfosztás is. 2001-ben a naplójában azt írja Kertész Imre, hogy miért nem nevezem nevén a kort, az időt, amelyben élünk? Teszi föl a kérdést. Megadja rá a választ is. Az auschwitzi kultúra korszakát éljük. Az auschwitzi kultúra korszakát éljük, mondja 14 évvel ezelőtt Kertész Imre Nobel-díjas írónk. Mit jelenthet ez? Mit jelent ez, ha nem azt jelenti, hogy a mai kort összeköti Auschwitz-a a zártság, a cigányok elkülönítése, a cigányok jogfosztása, a mi szempontunkból, és ki fogom tágítani, összeköti a méltóságtól, az emberi létezés attribútumaitól való megfosztás, az, hogy a gyerekeinek nem tudunk megfelelő iskoláztatást adni, mert elkülönítik őket. Az, hogyha nem tudunk adni megfelelő munkalehetőséget a felnőtt embereinknek, még a szakképzetteknek se, még a diplomásoknak se, mert kizárják őket a munkalehetőségtől. Az, hogyha közmunka szolgálaton kell részt venni egészséges embereknek félpénzért, megaláztatva, egymást összetaposva azért, hogy legalább a mindennapi betevő meg legyen, ez mind-mind magában hordozza a holokauszt, a népirtás logikáját, kultúráját. Azt gondolom, hogy a közöny, a társadalmi közöny, ami minket körülvesz, és a zártság, a cigányok elkülönítettsége az, ami összeköti Auschwitzot, a holokausztot és a mai időket. Ezért nem tehetünk mást, mint sem, hogy ebből a zártságból kitörjünk, és ehhez mindenféle lehetőségünket. Úgy, ahogy akár a május 15-én 44-ben a cigányok ki akartak törni az auschwitzi lágerből, és szembeszálltak a nácikkal. Aznap nem tudták őket csak egy-két héten belül elgázosítani, igaz. A mai kor gettóiból kell kitörnünk, a cigány telepek zártságából, a cigány iskolák zártságából, a cigány munkaszolgálat mai nevén közmunka zártságából, elnyomatottságából kell kitörni, és abból a közönyből kell kitörnünk, ami körülvesz minket. A közömbösségből, abból a letargiából, abból a totális apátiából, amiben élünk, az pedig úgy lehet, hogyha szólunk, ha beszélünk, ha egymáshoz, ha a külvilághoz, ha a médiához, de hogy minden nap legyen meg bennünk az az emberi tartás, és az az emberi energia, amitől legalább a szavunk szólni képes. És ehhez pedig ne arra van szükség, hogy egymás között cigányok és nem cigányok, az emberek találkozzanak, és a szeretetnek az energiáját képesek legyünk egymás felé sugározni, egymásnak átadni. Mert abban van a legtöbb erő, és azzal tudjuk legyőzni. Mind az zártság, mind az elkülönítettség, mind pedig a társadalmi közönynek a visszahúzó erejét. Úgyhogy ehhez kívánok magunknak sok erőt, hogy a mai holokausztunkat, a mai kirekesztettségünket és lassú, de úgy tűnik nagyon eredményes pusztulásunkkal, pusztításunkkal szemben a szeretetnek, az emberi méltóságnak az erejét használjuk, és a magunk lehetőségei és képességei szerint tegyünk meg mindent azért, hogy a lehető legkevesebb áldozata legyen a mai kor veszedelmének, és a lehető legtöbb ember tudjon kitörni abból az elnyomásból, és abból a
gettósodottságból, amiben élünk sok százezeren. Ehhez kívánok magunknak sokkal több embert, sokkal több tudást a holokausztról, a cigányok történetéről, sokkal több összefogásképességet, sokkal több szeretetképességet és valóságos testvériséget. Köszönöm a figyelmeteket! Most pedig akkor sor kerítenénk a koszorúzásra, és megkérném Salgótarján város alpolgármesteri Dániel Zoltán urat, hogy helyezze el a koszorút az emlékművé. Következő koszorút a zsidó hitközösség képviselője Tóth Elemérné Klárika néni és férje helyezik el. Salgótarjáni Nemzeti Kisebbségi Önkormányzat képviselő. És a Roma Parlament program négyes szervezetét kérném meg Horváth Aladára, hogy helyezzék el a koszorút. Köszönjük a részvételt mindenkinek, és jövőre ugyanitt ennél az emlékműnél szeretnénk újra megemlékezni, hogy ne felejtsük el soha ezt a szörnyűséget. Köszönöm szépen, viszontlátásra mindenkit, szép napot, további legyen.